Jó estét kívánok, kedves nézőink, Városháza magazinunkat látják. Megtartotta ez évi utolsó előtti ülését Cegléd-város önkormányzatának képviselőtestülete. Hogy miről döntöttek a képviselők, milyen témák kerültek szóba, erről fogunk majd beszélgetni, méghozzá Klément Györggyel, a Fidesz önkormányzati képviselőjével. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, nagy tisztelettel köszöntöm a Cegléd-város televízió nézőit. És Bobár Istvánnal, a Ceglédért Független Egyesület képviselőjével. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszöntöm én is a televízió nézőit. De mindenek előtt kérem, tekintsenek meg egy összefoglalót a testület ma délelőtti üléséről. A tárgyalási nap előtt köszöntötte az önkormányzat a harmadik nyári ifjúsági olimpián sikeresen szereplő ceglédi sportolókat és sportvezetőket. Az olimpiai bajnok cselgáncsozót Özbas Szofit, a szintén tatamin bronzérmet szerző Vég Zsombolt, a 3x3-as kosárlabda csapat tagját Révész Borókát, valamint a látássérült cselgáncs válogatott szövetségi kapitányát Bíró Norbertet. Elfogadták a képviselők a 2019-es évre összeállított városi rendezvénynaptár tervezetét is. 47 kisebb-nagyobb ünnepség, megemlékezés, esemény közül választhatnak a ceglédiek vagy a városba látogatók. További 5 évre a jelenlegi vezetőt, Papp Zsoltot bízta meg a testület a Ceglédi TV közhasznú non-profit Kft. Ügyvezetői feladatainak ellátásával. Zárt ülésen tárgyaltak a Sportcsarnok Kft. Ügyvezetőjének, Ványi Zsoltnak megbízásáról, valamint a Ceglédi Városfejlesztési Kft. Ügyvezetőjének lemondásáról. Az zárt ülést az indokolta, hogy a két gazdasági társaság profitorientált cégként működik. Módosította a testület a Ceglédváros önkormányzata és a Ceglédi Tankerületi Központ között 2016-ban létrejött vagyonkezelési szerződést. Az Ady Endre utcai volt óvoda a Ceglédi Tankerületi Központ vagyonkezelésébe kerül mindaddig, amíg abban az autista ellátásra szolgáló intézmény működik. Az Ady Endre utcai óvodát 3 esztendővel ezelőtt az önkormányzat döntése alapján a csoportokat ugye az újon a felújított és korszerűsített köztársaság utcai épületbe vittük át, akkor az ingatlan sorsával kapcsolatban különféle, hát finoman szólva is légből kapott találgatások indultak el, valószínűleg nem szakmai, hanem egyéb okoktól indítatva. Mi akkor is elmondtuk azt, hogy az ingatlan sorsával kapcsolatban az önkormányzat mindenképpen olyan funkciót szeretne találni az épületnek, ami a jövőben is a közt szolgálja. Ugye itt adódott a lehetőség, illetve adódott egy másik lehetőség, amikor is a Lövész utcai óvoda szintén korszerűsítésére és rendbetételére tudtunk pályázatot benyújtani. Ugye ott akkor is tisztában voltunk azzal, hogy az ingatlant az előző önkormányzatok egyike rendelkezésére bocsájtotta az autista ellátóközpontnak, illetve eredetileg még egy alapítvány kapta meg ezt az ingatlant valamikor a 2000-es évek elején, 90-es évek végén. De akkor is egy ideiglenes jellegről volt szó. Hál' Istennek a tankerülettel Fodor igazgató úrral párbeszédben sikerült az ingatlan, illetve az autistáknak a jövőjét megfelelőképpen rendezni. Én köszönöm Gábornak az ott tett lépéseket, és én azt gondolom, hogy az önkormányzat úgy, ahogy ezt egyébként egy esztendővel, vagy már egy jó másfél esztendővel ezelőtt, amikor ez a pályázati lehetőség fölmerült, és egyeztettünk is, jelezte, hogy ezt az ingatlant, ezt erre teljes egészében rendelkezésre tudjuk bocsátani, és rendelkezésre is fogjuk bocsátani, akár hosszú távra is, hiszen jó célt szolgál ez a dolog. De azért egy tanúsága van ennek a dolognak számomra, mert szintén a közvéleményben különféle dolgok jelentek meg, és engem, mint polgármestert is megkerestek az érintettek azzal kapcsolatban, hogy az önkormányzatnak milyen kötelezettségei lennének itt az elhelyezéssel kapcsolatban. Azt azért még egyszer szeretném leszögezni, hogy az önkormányzat akkor is jó szándékból bocsátotta ideiglenesen rendelkezésre ezt az ingatlan. Nekünk semmiféle kötelezettségünk nem volt az elhelyezéssel kapcsolatban, hiszen ez nem a mi feladatunk volt, mi csak egy ingatlant bocsátottunk rendelkezésre, ahogy ezt egyébként most is tesszük, teljesen jó szándékkal, úgyhogy én azt gondolom, hogy az önkormányzat itt a lehetőségeihez képest oda teszi magát és segít ebben a kérdésben.
egy pár szót szeretnék mondani, egy köszönetet szeretnék mondani ezért a gesztusért, hogy ezt megtehetjük, és annyi kiegészítést tennék, hogy a Klebelberg Központ ennek a ingatlanügy megoldásának egy 100 millió forintos keretemelést bocsát rendelkezésünkre. Ez a 100 millió forint a mostani felmérésünk szerint arra lesz elég, hogy olyan helyzetbe hozzuk az ingatlant, hogy azt a 11 gyereket át tudjuk ide helyezni, de távolabbi célunk az, hogy tovább bővítjük a autista centrumot, van még 35 autista gyerekünk integráltan a Losonciba, őket is szeretnénk ide áthelyezni, ehhez további források kellenek, és ha is amennyiben erre lát lehetőséget az önkormányzat, hogy ebben tud segíteni, akár pályázatok útján, akár más úton, akkor ezt szívesen vesszük. Mi jövő tavaszra elindítjuk a felújítást, és augusztusra beköltöztethetővé tesszük a gyerekek számára az ingatlant. Lakóközössége kérésére újabb szelektív szigetek szűnnek meg. A Zöldházak Társasház, a Kossuth-Ferenc utca 50 szám alatti lakásfenntartó szövetkezet, illetve a Szolnoki út 49-53 szám alatti társasház is ezzel a közgyűlés által megszavazott kéréssel fordult az önkormányzathoz. A lakógyűlések jegyzőkönyvében nincs szó arról, hogy ha megszüntetjük ezeket a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket, akkor az ott lakók a szemetjüket hová viszik. Én úgy gondolom, hogy az a gyanúm, hogy itt a tisztelt képviselőtestület is egy kicsit skizofrén állapotban helyezte magát ebben a témában, mert egyrészt már korábban is úgy szavazott a többség, hogy megszüntetjük a hulladékgyűjtő szigeteket, viszont minden egyes fórumon előkerül az a dolog, hogy hát bizony a város, de főleg a külterületek nagyon elszemetesedtek. Tehát egyrészt megszüntetjük a személygyűjtés lehetőségét, másrészt pedig utána azon panaszkodunk, hogy hát szemetes a város környéke. Én azt javaslom, hogy a megszüntetést ne támogassuk egészen addig, amíg ott mind a két helyen, tehát a zöldházaknál is, és a lakásfenntartó szövetkezetnél is nem kerül kialakításra egy olyan szemétgyűjtő hely, ami a továbbiakban garantálja azt, hogy az ott lakók a szemetjüket nem viszik el máshova. Minden társasháznak már most is van lehetősége a szelektív gyűjtésre, erről az alpolgármester beszélt. Értetlenül állok a probléma előtt. Amikor ez az egész dolog elindult, akkor összehívtuk a közös képviselőket, itt a kis teremben voltunk vagy 30-an, és ott megbeszéltük ezt a gondot, hogy amennyiben kérik a megszüntetését, akkor természetesen alternatívát nyújtunk, hogy minden társasház saját magának egy konténerrel kimegy a Mizsely úti telephelyre, a közös képviselő megigényli, és a konténert odaszállítják a társasházhoz. Ezt a közös képviselők vállalták. Most én is értem a problémát, és hallom a városban, hogy nem tájékoztatták a lakókat a közös képviselők erről a dologról. Most itt a hivatalban, aki a közös képviselőkkel kapcsolatban van, kollega, mindenkinek írt egy levelet, felhívta a figyelmet, hogy intézzék a konténert a DTKH-nál. De én úgy gondolom, hogy ez nem a képviselőtestület feladata, hanem a helyi közös képviselőnek. Ezért kapja a fizetését. Ők itt ezt vállalták, egyöntetően azt mondták, hogy intézik. Nekünk ezzel, én úgy gondolom, nincs dolgunk, de természetesen kezeljük a problémát, és figyelünk rá. Skizofrén állapotot én is látom, de ezt inkább nem a képviselőtestületnél, hisz minden egyes alkalommal elmondjuk, hogy nem szűnik meg a szelektív hulladékgyűjtés. Még egyszer mondom, nem szűnik meg a szelektív hulladékgyűjtés. Úgy, ahogy alpolgármester asszony elmondta, minden tömb saját maga intézi, és kérhet kukát, és kap is kukát. Több helyen megtörtént az én körzetemben is, mint ahogy ebben is két körzet, illetve egy körzet az enyém, és én úgy láttam, tapasztaltam, hogy tökéletesen elindult ez a folyamat, amikor minden tömb maga gyűjti a szelektív hulladékokat, és el is szállítják egyelőre még a DTKH dolgozói, úgyhogy nem tudom, mi ezzel a probléma. Igen, van olyan körzet, ahol sajnos a közös képviselő nem tájékoztatta a lakókat, de ott ugyan én is beszéltem olyan közös képviselővel, aki ezt utána megtette. Külterületen szelektív hulladékgyűjtő sziget az én körzetemben eddig se volt, illetve volt rá egy kísérlet, de akkor is ellenálltam a magam részéről, és már csírájába elfolytottuk azt a problémát, hogy az ott legyen.
akkor, amikor a hulladékszállítás egy kicsit kiteljesedett a tízes számú körzetben, azaz az Öregszőlőben, meg a külső Budai úton is, akkor meg a konténereket is szépen lassan leépítettük, pontosan azért, hogy a konténerek körül ne alakuljon ki ez a borzasztó elszemetesedés, ami most a városban tapasztalható a hulladékgyűjtő szigetek között. Én azt hiszem, hogy azokon a helyeken, ahol még nincs kommunális szolgáltatás, még most is jól működik a konténeres rendszer, a külterület lakójának is lenne lehetősége hová tenni. A belterület lakójának is van lehetősége hová tenni a szemetét, arra kell rászoktatnunk, hogy ezen a módon kezelje a szemetét. Sajnos azzal a furcsa állampolgári magatartással állunk szembe, hogy nem kötnek kommunális szerződést az emberek a külterületen, hanem fogják a szemetüket és lerakják ott, ahol tudják, behajtják a másik kerítésén, leteszik az erdősávban, de ez magatartásbeli probléma, meg szerződés nem kötő probléma, és a kisebbség oldaláról keretkezik. Nem hiszem, hogy a panelházakból kihordanák az erdősávba a szemetet, azt megpróbálják letenni azok köré a kukák köré, amik még megvannak a városban, és attól szemetesedik el. Amit alpolgármester asszony mond, arra kell rászorítani a közös képviselőket, hogy legyen meg ez a szelektív kuka, mert túlcsordul egyszerűen a kommunális kukája azért, mert nem csinálja meg azt, hogy a szelektív kukát beállítja. Meg kell nézni nyilván, hogy hol van erre lehetőség, meg hol nincs, de ez alapvetően tényleg társasházi probléma, és nekik kell elsősorban ezzel foglalkozni. Én úgy érzem, hogy a lehetőség sokkal inkább adott mindenki számára, hogy akár szelektíven, akár kommunális módon, de akár bárhogy gyűjtse a hulladékát. Az, hogy ezt nem teszik meg, az egy másik dolog. Azt a leghatározottabban visszautasítom, hogy megszüntetnénk a szolgáltatást. Még egyszer mondom, nem szűnik meg semmilyen szolgáltatás. Egyetlen egy valami szűnik meg, a szelektív hulladékgyűjtő sziget. Azért, mert egyébként ezzel párhuzamosan a kertvárosi övezetbe heti kétszeri alkalommal szelektív hulladékgyűjtő járatok közlekednek. A szolgáltatóval történt egyeztetés alapján a társasházi övezetben pedig igény szerint, ez azt jelenti, hogy kétszer hetente, de hogyha ígéretet kaptunk arra a szolgáltatótól, hogyha sűrűbben igénylik az ott lakók, akkor sűrűbben elviszik a kukából. A probléma ott van, ezt is már többször elmondtuk, hogy ezeken a helyeknek egy részén a társasházi közösségek állítása szerint nincs lehetőségük a szelektív gyűjtő kukákat elhelyezni, meg a másikat se. Kérdezem én, hogy egyébként hol vannak azok a kukatárolók, amik erre a célra szolgálnak, hiszen minden társasháznak rendelkeznie kell ilyennel. Ja, hogy azokat más funkcióra hasznosítják, én azt gondolom, hogy ez nem az önkormányzat problémája. Egyébként ebben is próbálunk segíteni, mert támogatást kaptak vagy nyerhettek társasházi közösségek ilyen ketreceknek az elkészítésére, hiszen erre volt igény. Én a magam részéről egyébként ezt többször elmondtam, hogy ezeket a ketreceket nem tartom egy jó megoldásnak, mert ilyen alapon a kertesházas övezetben lakó polgárok is ugyanúgy építethetnének ketrecet, vagy kérhetnének ketrec kihelyezést a közterületre, mert hogy ő nem tudja hol tárolni, mert nem akarja a fűbe tárolni az udvaron, vagy nem tudom. De még egyszer mondom, a lehetőség adott, a hulladékot elviszi a szolgáltató. Egyébként a szolgáltató maga rá van arra kényszerítve, hiszen az új hulladékgazdálkodási törvénynek pontosan az a lényege, hogy ha a begyűjtött hulladéknak jóval nagyobb százaléka szelektíven, vagy újrahasznosítható hulladékból keletkezik, akkor más díjbesorolásba kerül egy hulladékszolgáltató cég. Ezzel próbálják ösztönözni arra a tisztelt szolgáltatókat, illetve a lakosságot, hogy az egyébként megképződött hulladéknak, aminek nem vagyok egy hulladékügyi szakértő, bár egyes állítások szerint még hulladékszállító cégem is van, de az biztos, hogy a megképződött hulladéknak körülbelül a 70-80%-a újrahasznosítható hulladék, olyan PET-palack, papír és egyéb hulladék, amit újra tudunk hasznosítani. Egyébként az az új rendszer, aminek pont a tegnapi napon vettem részt a társulási ülésén, amely a 2019-es esztendőben reményeink szerint
mindenhol megoldja azt a helyzetet, hogy az ingatlanoknál 3 darab kukába gyűjthetsék az ingatlan tulajdonosok a hulladékot, illetve olyan hulladékgazdálkodási műtárgyak kerülnek kialakításra az előzetes tervek szerint Cegléden is, mint mechanikai előválogató, átrakó, komposztáló és egyéb létesítmények, ezek mindezt szolgálják. Egy valamivel valóban nem tudunk mit kezdeni, az állampolgári magatartással. Ez egy nagyon komoly probléma, ezért határozta el azt az önkormányzat, hogy próbálunk keményen föllépni hulladékkommandó, vagy úgynevezett kukakommandónak a létrehozásával és más eszközökkel, de sajnos az eszközök tárháza az korlátozott. Hiába talál meg valaki egy hulladékkupacot bárhol, és abba azonosításra egyébként okot adó olyan dolgokat talál, amiből következtetni lehet a hulladék elhelyezésére. Sajnos a jogrend alapján ez még nem bizonyíték, ezt hitelt érdemlően bizonyítani is kell, hiszen más is közé rakhatott olyan akár címmel ellátott, nem tudom, receptet vagy csekket, ami még önmagában ez jog előtt nem bizonyított dolog. Gyakorlatilag a tettenérés az, ami lehet arra, meg mondjuk meg őszintén, hogy viszonylag kicsi az esély sajnos, de erre is van példa. Úgyhogy körülbelül itt állunk, tehát még egyszer mondom, nem elveszünk lehetőséget. Hulladék, szelektív hulladékgyűjtő szigetet számolunk föl, de egyébként az ott lakóknak és a városban majdnem minden polgárnak, kivéve a külterület bizonyos részein élőknek nem tudja a szolgáltató biztosítani a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét. A társasházak kérelmét a testület végül jóvá hagyta. 2019-ben sem emelkednek a helyi adók, és új adónemet sem vezetnek be. Egyetlen egy módosulás van az előző esztendőhöz képest, egy adónemben kiterjesztjük az adózók körét, ez pedig lenne az építményadónál, az óriás plakátok tekintetében vezetünk be egy adónemet, ami az 1,7 négyzetméter felület fölötti felülettulajdonosok, még egyszer mondom, tehát maga a hirdető tábla tulajdonosai lesznek az adóalanyok, és nem az ingatlan tulajdonosok, akiknek a területén ezek a, mert ugye sok esetben itt magántulajdonokon van ez a az óriás plakát. Információink szerint nagyjából 80-100 olyan plakáthely van jelen pillanatban a városban, ami érintett ezáltal. Zömében nagy hirdető cégeknek a tulajdonában vannak ezek az óriás plakáthelyek. Sportpark létesülhet a Budai úti tó mellett, erre pályázott és nyert is a város. Önálló képviselő indítványt nyújtott be Horváth Gábor, ebben azt kezdeményezi, hogy az intézményekhez, gazdasági társaságokhoz hasonlóan a mezőség és a közterület felügyelet is tartson fél évenként beszámolót a testületnek az elvégzett munkáról, eredményekről. A módosított javaslat alapján a képviselő testület a jogi ügyrendi közbiztonsági és pénzügyi bizottságot bízta meg a beszámoló bekérésével és tárgyalásával. Arra is előterjesztést nyújtott be a jobbikos képviselő, hogy hagyja jóvá a testület az Avar utcában út alap kialakítását. Ez az út alap, vagy ez az út ugye egy agyagos földút, hozzá kell tennem azt, hogy itt mozgássérültek és mozgásában korlátozottak is élnek. Hozzá kell tennem azt, hogy jó részt nyugdíjasok és kis nyugdíjasok élnek, akik önerőből valószínűleg ezeket nem fogják tudni teljesíteni. Hozzá kell tennem azt, hogy az utca rendezett, szép, tiszta, odafigyelnek a vízelvezető árkokra, maguk gondoskodnak a portájuk előtt lévő közösségi tulajdonunkban lévő területek ápolásáról, gondozásáról, és szeretnék, hogyha az út járható lenne. Horváth Gábor átadta a lakók aláírását tartalmazó ívet is. Mindezek után több képviselő is szólásra jelentkezett, és saját körzetükben lévő utcák esetében kérték ugyanilyen útalap létesítését vagy útfelújítását. Végül a képviselők úgy döntöttek, készítsen mindenki listát saját körzetének felújításra váró útjairól, és a következő évi költségvetési tárgyalásnál, amikor már valóban összegszerűen látható is, mennyi pénz juthat ilyen munkákra, térjenek vissza a kérdésre.
De a kérdések interpellációk napirendben téma volt a Rákóczi út felújítása is. Annak idején úgy döntöttünk, tisztelt képviselőtestület, hogy a Rákóczi utat csak akkor csináljuk meg, vagy csináltatjuk meg, amikor az STK mellett lévő ugye, társasháznak a nagy építkezései befejeződnek. A Rákóczi utat megcsináltattuk, helye közel még jó is és szép is, viszont továbbra is látni, hogy ennél az építkezésnél akárhány 20-30-40 tonnás folyékony betont hordó, akármilyen nagy teherautók járnak. Úgy gondolom, hogy nem ezért csináltuk meg, hogy ott az a vállalkozónak a teherautói tönkre tegyék a Rákóczi út az ott szakaszát. Valóban ezt mondtuk, csak volt egy pályázat itt az elején, mondtam. A pályázatnak volt egy elszámolási határideje, tehát azt nem szerettük volna, hogyha a pályázati pénzt elbukjuk. Addig húztuk egyébként a beruházást, ameddig csak lehetett, tehát gyakorlatilag az utolsó pillanatban csináltuk meg. Egyébként, ha jól tudom, én kértem többször is, hogy behajtási engedélyt nem adunk, vagy nem adtunk. Sajnos én tapasztaltam többször én is, hogy ott vannak. Én úgy tudom, hogy a közterület felügyelet már többször intézkedett ebbe a kérdésbe, de nem tudunk folyamatosan ott állni. Folyamatosan egyeztettünk egyébként a beruházóval, illetőleg a tulajdonossal előzetesen is, menet közben is, és külön figyelmet szentelünk annak, hogy mennyire használják az utat, illetőleg, hogy hogyan lépnek be. Tehát folyamatosan figyeli a közterület felügyelet, és igyekszünk megelőzni az ezzel kapcsolatos problémákat. Horváth Gábor pedig az OLAF jelentéssel kapcsolatos kérdést intézett a polgármesterhez. Úgy tudjuk, hogy a nyomozást megszüntették az Elios ügyben, ezért úgy gondolom, hogy kiadható a városnak küldött OLAF jelentés. Én azt szeretném kérdezni, és arra szeretnék kérni mindenkit, hogy e tekintetben tegyünk meg mindent, és kérném szépen, jegyzőasszonyt is, hogy a lehető leghamarabb, és erre való tekintet, ugye arról volt szó, hogy a nyomozás miatt nem lehet, folyamatban lévő nyomozás miatt nem lehet tájékoztatni erről a közvéleményt. Én most arra kérném címzetes főjegyzőasszonyt, hogy mivel a nyomozás megszűnt, ezért tájékoztassuk a közvéleményt. Nem azért nem kiadható az OLAF jelentés, de ezt elmondtuk már egyszer, tessék elolvasni, mert nyomozás folyik, hanem azért, mert az OLAF nem járul hozzá. Tessék az OLAFhoz fordulni. Még egyszer mondom, menjenek el az OLAFhoz, kérjék ki tőle az anyagot. Mi, mint harmadik fél, nem adhatjuk ki. Ahogy láthatták, sok-sok fontos téma került napi rendek közé, ezekről is fogunk majd beszélgetni, de még egyszer Krémen Györgyel, a Fidesz önkormányzati képviselőjével, és Bobár Istvánnal, a Cegvédért Független Egyesület önkormányzati képviselőjével. Jó estét kívánok még egyszer az uraknak! Tulajdonképpen beszámolókkal kezdődött a köszöntés után, amit már az összefoglalóban láthattak a nézők. A köszöntések után beszámolókkal kezdődött a testület ülése. A bölcsődei és védőnői igazgatóság, illetve az önkormányzat fenntartásában működő óvodák szakmai beszámolója és a testület elé került. Mi látható ezekből a beszámolókból, és illetve abból, amiket erről az évről lehet tudni, és amit megismerettek a képviselők? Hát ugye köztudottan ez nem teljesen az én területem, de azt megállapíthattam, meg örömmel néztem a sok statisztikai adatot, amit itt felsoroltak, és én gyakorlatilag ezt örömmel is vettem meg. Néztem, hogy milyen széleskörű nyomon kísérése van a védőnői feladatoknak, illetve hogy mennyiféle dolgot végeznek, és mennyiféle felmérést végeztek, tehát én magam részéről csak hálával megköszönöttel tartozom azért. Ilyenkor látható, hogy egy ilyen beszámoló kapcsán egyébként hogy mennyire széles körű, akár a védőnök, akár az oldajellátásban dolgozók munkája. Így van, a beszámolókból az derül ki, hogy tartalmas és színes szakmai munka folyik ezekben az intézményekben, ami nyilván így helyes. Én a statisztikákból egy dolgot hagyj emeljek ki, ami nem is feltétlenül közvetlenül kapcsolódik a bölcsődék vagy az óvodák beszámolójához, de volt egy nagyon izgalmas rész, egy Papp Tibor nevű pszichológus most már évek óta kérdőívekkel, beszélgetésekkel nyomon követi a fiatalok helyzetét, és ezt dolgozta föl röviden, ami azt gondolom, hogy nagyon tanulságos olvasmány akár képviselőknek,
mindenkinek, de pedagógusoknak és bárkinek ebben a városban. A droghasználattól, az alkoholfogyasztáson keresztül a depresszív tünetek jelentkezéséig, tehát mindenképpen egy olyan adatsor, amivel azt gondolom, hogy nem csak egy ilyen beszámoló kapcsán, hanem akár kiemelten is érdemes és kell majd foglalkozni. Kedves nézőket, hogyha érdekli a téma, Cegléd város honlapján megtalálják és le is tölthetik. És egy nagyon ellentétes, mert korosztályban, hogyha az élet rendes körforgását vesszük, téma a köztemető fenntartása. Ugye a köztemető, az Újvároson található köztemető, amelyet most bővíteni kell, illetve hát kell alakítani, akik arra járnak, láthatják is, hogy zajlik a munka. Most azonban egy kicsi csúszás van, erről kellett tárgyalniuk a testületi tagoknak. Igen, hát elmondhatom, hogy a bővítést végző Tóth László, aki gyakorlatilag ennek a köztemető fenntartásának is üzemeltetésével kapcsolatos vezetője, kihívott engemet, hogy a temetőben hogy lássam, azért nézzem meg, hogy itt a bővítés csúszása az valódi okok, és gyakorlatilag a folyamatok mennek, és valóban én ott láttam egy rendkívül széleskörű beruházást, ami mondhatom, hogy a szemeim előtt láttam, hogy előbb mondta, hogy mi lesz itt, hogy ez egy valóban szinte meg ugye Európában bárhol megállna a helyét, ez egy olyan impozáns kegyeleti hely lesz, amely többféle lehetőséget fog adni az egyszerű temetéstől a különleges kérések szintjéig, a hamvak elhelyezés, illetve koporsós temetéssel kapcsolatosan is. Kiemelte sajnos, hogy ugye pár évvel ezelőtt, mikor indította, és az akkori beruházási költségeket már szinte elköltötte, és még itt tart a beruházás kétharmadánál, tehát hogy mennyivel drágultak a beruházás költségei, ezt sajnos magunk is a bőrünkön érezzük, tehát ezt el tudjuk fogadni, meg látva a munkafolyamatokat, tehát én nyugodt szívvel kértem a frakciótársaimat is, hogy járuljunk hozzá a folytatáshoz, és a bizottsági ülésen is gyakorlatilag csak az volt egy kérdés, hogy na mivel ellentételezi majd ezt a csúszást, és abban maradtunk, hogy 5 szép fát el fog helyezni a temető területen. Ez egy szükségszerű beruházás gyakorlatilag, de ezt is lehet szépen. Manapság ugye nem egy különleges dolog az, hogyha akár egy stadion, akár csak egy lakóház építése nem a terveknek megfelelően halad, vagy határidőre nem fejeződik be. Nyilván én is egyetértettem azzal, hogy legyen készen, legyen jó minőségben ez a munka elvégezve, és ki fogjuk várni a végét. Három ügyvezetőről, három vezető pozícióról döntött ma a testület, egyről nyílt napirendi pontok között, kettőről zárt, ugye, ahogy azt talán többen is ismerik, zárt azért lehetett, és hát azért volt, mert a híradóban is szerepelt már ez az információ, hiszen a Sportcsarnok és a Ceglédi Városfejlesztési Kft. Profitorientált gazdasági társaság, aki viszont nyílt napirendi pontok között került a testület elé, ő pedig pontosan a Ceglédi Városi Televízió vezetője. A társaságnak a vezetője, tehát az őt nyíltan lehetett tárgyalni. Itt gyakorlatilag szerintem nem lehetett kérdés, hogy a jelenlegi vezetőnek meghosszabbítjuk a jogállását, mert ugye ide tartozik a mozi is, és azért a mozinak a felvirágoztatása az már a jelen vezetéshez tartozik gyakorlatilag, és én szerintem ez egy nagyon-nagyon ékes példája a vezető alkalmasságának, mert a valamikori üresre járó mozi szinte telt házas filmeket is tud idehozni. A Cegléd Televíziónak is ugye azért a bővülése, tehát most már a környező településeknek szinte lassan Dél-Pest megye televíziójává növi ki magát, tehát így nagy örömmel szavaztuk meg Papp Zsolt további kinevezését. Bennem sem volt semmi kérdőjel, semmi kétség. Nyilván az ügyvezető az előző években bizonyított. Az látszott, tudott volt, hogy a város vezetése, a tulajdonosa úgy tetszik, bízik az ő munkájában. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt a bizalmat, ezt joggal kapta meg. Gratulálok neki, jó munkát kívánok. Nyilván nem csak személy szerint Papp Zsoltnak, hanem a
televíziónak. Köszönjük szépen. Ahol viszont változás lesz, az a ceglédi 13-as számú felnőtt házi orvosi körzet. Ennek egészen egyszerű oka van. A körzetet eddig ellátó doktor úr nyugdíjba vonul, és ennek kapcsán lesznek változások nem csak személyben, hanem helyszínben is. Ez így és van. Ez kellett döntés, és most testületi döntés. Ez így van, és azért tartom is lényegesnek, hogy beszéljünk róla, mert több kérdés van az a körzetben lakóktól, tehát hogy nem fog a körzet megszűnni, vagy esetleg szétoszlódni, mert megtalálta már a maga doktornőjét, illetve ugye itt a törvény adta kötelesség az önkormányzatnak, hogy az átmeneti időszakra, amíg az új körzeti orvos nem talál magának telephelyet, apparátust, addig az eddigi kisegítő munkatársakat az önkormányzat veszi át állományába, és így fog működni továbbiakban, és az új helyszín a Túri Poliklinikán lesz. Technikai döntés volt tulajdonképpen. Így van, nyilván ennek a műsornak a keretebe az nem fér bele, hogy a mai háziorvosi rendszer meg a háziorvosok számának elhelyezkedésének az ügyeit megbeszéljük. Szerencsére Cegléd még eddig meg tudta oldani, hogy minden körzetben, ha nem is véglegesen, de legalább átmenetileg legyen megfelelő orvos, a lakosság el legyen látva. Most is ez történik, ennek megfelelően kellett ezt a döntést meghoznunk. És kellene döntést hozni vagyon kezeléssel kapcsolatban is. Kedves nézők, már sokszor hallottak erről a témáról, de azért néhány gondolatban ismételjük át, hiszen ma született meg az a bizonyos döntés, aminek eredményeképpen elindulhat egy felújítás, egy munka az Ady Endre utcai oldalban, mert hogy a ceglédi tankerület most már vagyonkezelésben megkaphatta. Így van, ez egy nagyon fontos és érdekes történet. Ugye ott indul, hogy az Ady Endre úti óvodát megszüntette az önkormányzat, és akkor rengeteg találgatás volt, tehát sokan ingatlan mutyit gondoltak mögé, kapott is a városvezetése akkor éppen eleget, de hát most legalább jól látható, hogy az egész mögött nem ez lapult, mert egy teljesen jótékony történet lesz a végeredménye. Ugye a ceglédi tankerület megkapja az Ady Endre úti óvodát, ahol az autista gyerekek nevelési központját tudja gyakorlatilag létrehozni. Bent volt a testületi ülésen Fodor Gábor tankerületvezető, aki elmondta, hogy már 100 millió forintos nagyságrendű pénzt tudnak kapni ennek a központnak a kiépítésé, az a munkálatok azok már nyár elején elkezdődnek, és gyakorlatilag jövő augusztusra már át is fogják tudni az épületet, be fogják tudni lakni. Úgyhogy ez egy nagyon klassz, mert végül is ezzel megint egy olyan patinás épülete fog felülni Ceglédnek, és további funkciókat tölthet be. Ennek igen, pedig tipikusan mindenki örült, a mindenki igen. Nyer szituáció. Elsősorban azt gondolom, hogy az autista gyerekek és családok, akiknek a gyerekeivel ilyen helyzet van, nyilván azok a nevelők, pedagógusok, akik foglalkoznak vele, de ahogyan hallottuk, teljes joggal nyilván megújul az épület, tehát a város is nyer vele, és hát nyilván itt marad, Ceglédén marad az épület, nem kerül értékesítésre az Ady Endre utcai boltóvoda. Ami viszont biztos, hogy eltűnik, újabb három szelektív hulladékgyűjtősziget. Az összefoglalóban már elég bőségesen szó esett ismét erről a témáról, és ugye ott is többször kiemelték a képviselők, hogy nem szűnik meg a szelektív hulladékgyűjtés, három sziget szűnik meg. Ez így van, ezt nem elég hangsúlyozni, mert még a mai önkormányzati ülésen is jött olyan képviselőtársunktól, aki azt mondta, hogy na, ezzel megint szüntetjük, és bővül a külterületen elhelyezett szemétnek a száma, de hát ez nem, tehát nem megszűnik, hanem átalakul gyakorlatilag, és ezeket a sziget megszüntetéseket most lakókörnyezetek, lakótársulások kérték a lakóközgyűlés jegyzőkönyveként, hogy szüntessük meg, mert ugye ezek a szigetek eléggé áldatlan állapotokat okoztak, és valóban tehát egy egyéni begyűjtése lesz a megfelelő, azt hiszem, hogy heti kettő járattal a város szerte a szelektív hulladéknak. Mennyire tudja támogatni ezt a fajta megoldást a kialakult állapotokra? Ez azon ritka szavazás vagy szituáció volt, amikor én tartózkodtam nem a véleménynyilvánítástól, igazán a szavazástól. Biztos vagyok benne, hogy sem a képviselőtestület ülésen, sem egy ilyen vagy hasonló műsorban nem utoljára beszélgetünk a ceglédi hulladék helyzetről. Mert ugyanis tipikusan olyan helyzet van, hogy nincsen rá ma tökéletes jó megoldás.
értem és egyetértek, el tudom fogadni, hogyha egy lakóközösség azt mondja, hogy nem akarnak ott a társasház közelében egy ilyen szelektív hulladékgyűjtőt, és most már sok ilyen lakóközösség van, aki ezt kimondta. Ugyanakkor tudom saját tapasztalatból, munkatársak által elmondva, hogy azok, ahol megmaradtak, ott egyik nap kiviszi a szolgáltató, és másnap autók állnak oda, személyautók, és pakolják gyakorlatilag órák alatt tele a még megmaradó hulladékszigeteket. Tehát ez sem az a megoldás, ami ma biztonságot jelentene, illetve lehetőséget arra, hogy mindenki megfelelő módon el tudja helyezni a hulladékot. Nyilván egyetértek, én is így gondolom, egyszer majd beáll ez a rendszer, és akkor a társasházakban is mindenki fogja tudni, hogy mit kezdjen a szeméttel, és nem lesznek olyanok, akik a környező erdőkbe viszik ki a hulladékot, de ma még ezzel a problémával én azt gondolom, hogy teljes körűen nem tudtunk mit kezdeni, és nem tudtuk megoldani. Ez is csak egy fél megoldás. Ez természetesen így van, mert gyakorlatilag itt most a lakóközösségeknek a kérését nem hagyhattuk figyelmen kívül, és ugye erre a másik rendszerre, erre valóban rá kell állni mindenkire. Mert ugye még egy kertesházban általában természetes, hogy ugye azt a kukát ki kell tolni meg fel alkalommal, meg el kell helyezni a hulladékot kint a ház előtt. Még a ilyen emeletes házakban egy kicsit nehezebben értik meg, hogy az ő szemetük felül ők is felelnek. Két gondolat még a mai testületi ülés egyik. Én azt gondolom, hogy a városlakók számára egyik legfontosabb témájáról nem emelkednek a helyi adók jövőre. Ez így van, ez ismét így van, hogy nem emelkednek a helyi adók jövőre, ellenben egy új adó nem be lesz vezetve, amely a reklámtáblákra érvényes. Ezek is azt hiszem, hogy 1,7 négyzetméter fölötti táblafelületű táblákra lesz igaz, ezekből körülbelül 80 darab van Cegléd városa szintjén, és itt ami lényeges lesz, hogy a reklámtábla tulajdonosára lesz kiterhelve az adó, tehát nem az a kert, ahol el van helyezve, vagy aki reklámoz rajta, hanem a reklámtábla üzemeltetője, tulajdonosa lesz az alanya ennek az adónemnek. És megközelítőleg 12 millió forint plusz bevételt várnak mindettől, tehát bevételnövekedés is lehet. Igen, ugye 12 ezer forint per négyzetméter lesz ennek az adónak a mértéke. Hát most a 80-100 táblával számolva ez biztos, hogy 10 milliós nagyságrendet jelent a város számára. És hogyha már kint vagyunk a területen, akkor egy utolsó téma még a mai testületi ülésről. Útalap kiépítése, gyakorlatilag onnan indult a történet, ez is benne van az összefoglalóban néhány gondolat erejéig. Horváth Gábor képviselő úr nyújtott be egy indítványt arra, hogy szeretné tolmácsolni az Avar utcában lakók kérését, mely szerint szeretnék, hogyha az utcát útalappal látnák el. És innen indult el gyakorlatilag, ahogy fogalmaznak így, egy közös gondolkodás, aminek lett egy végeredménye, ami a következő költségvetésre vonatkozik. Te nagyon aranyosan fogalmaztál ezzel a közös gondolkodásban, de valóban én is ilyen célzattal szóltam hozzá, mert hát az én körzetemben is találhatók ilyen még útalappal sem rendelkező útfelületek, és ugye azért tudni vélnék kell, hogy ez városszerűen valamilyen prioritás szerint haladunk, tehát egyre kevesebb ilyen útalap nélküli út van, és ugye ebbe kell a közös gondolkodás, hogy ezeket mérjük fel, csináljunk rá egy költségvetést, és akkor induljunk el, illetve haladjunk tovább, mert elindultunk mi ezen az úton már jó pár évvel ezelőtt, tehát minden évben koptatjuk ezeket, de valóban ennek nem az a megoldás esetlegesen, hogy egyéni körzetből egy utat előre vegyünk. Lehet, hogy éppen ő következik, csak ezt a közös városi prioritási sorrend alapján alapítsuk meg, és lehet, hogy éppen az az út fog következni, de lehet, hogy másik, de a célunk az, hogy minél előbb érjük körbe a történetet. Én azt gondolom, hogy minden képviselőnek természetes törekvése az, hogy a saját körzetét előre vigye, akár azzal, hogy egy útalapot elkészítenek, akár bármi más fejlesztéssel. Ebben én nyilván semmi kivetnivalót nem találok. Én annyit ajánlanék képviselő úr figyelmébe, hogy nyilván egy ellenzéki oldalon ülő képviselőnek nehezebb dolga van azért ilyen célokat elérni. Tehát amikor a Fidesz frakció leül, ismerve
azokat a lehetőségeket, hogy a következő fél évben, évben milyen pályázat lesz, akkor nyilván ti egymás között azért meg tudjátok azt beszélni, hogy hol is vannak a prioritások. Egy ellenzéki képviselő azért ritkán ülött ezeken a beszélgetéseken, tehát ő nyilván felhasznál olyan lehetőségeket is, vagy csak olyan lehetőségeket tud felhasználni, ami számára is nyitottak, egy testületi ülés, egy önálló képviselő indítvány. Tehát azért nem teljesen azonosak az induló feltételek a képviselők számára sem. Képviselőtársammal most nem mondhatom, hogy nem értek egyet, mert hát nyilvánvalóan teljes mértékig ez így igaz, ahogy elmondtad, de ettől függetlenül mi most arra tettünk törekvést, arra tettünk előirányzatot, hogy mérjük fel az összes ilyen utcát Cegléden, és talán körzettől függetlenül Cegléd város érdekeit nézve úgy állítsunk fel egy prioritási sorrendet, és akkor szerint koptassuk ezeket az utcákat, amit remélem előbb-utóbb a végére érünk, de mihánt a végére érnénk, újra kell kezdeni, mert az első utcák már olyan állapotban lesznek. És ugye, hát nyilvánvalóan is ugye itt azért azoknak a zárásával, illetve felület szilárdításával is foglalkoznunk kell. De azért örömmel elmondhatom, hogy a körzetemben most nem soká kettő külterületi út is kap ilyen útburkolat szilárdítást. Eredményes volt az érdekképviselet. A Pesti dűlő és a Seres dűlő fog következni. És minden esetre akkor, bocsánat, igen? A beszélgetésnek a végeredményével én is egyet tudok érteni, tehát én is azt gondolom, hogy ez a megoldás, nézzük meg, hol vannak ezek, és állítsunk fel egy rangsort, és nyilván próbáljuk oda koncentrálni a meglévő pénzügyi eszközeinket. És majd a költségvetés tárgyalás, akkor már az is tudható lesz, hogy mit kell osztani, és mit lehet osztani, akkor térnek vissza. Mert azt is tudomásuk kell venni, hogyha az összes problémát meg akarnák szüntetni, akkor Cegléd városnak a bruttó összköltségvetése takarná talán be. Ez pedig nem lehet. Hát reméljük, hogy nagyon sokszor fogunk még beszélgetni, akár így együtt is, külterületi utak vagy belterületi utak megújításáról. Most viszont köszönöm a beszélgetést önöknek, a nézőknek pedig a figyelmet köszönöm. Természetesen műsorunk újra nézhető YouTube csatornánkon és Facebookon is, és természetesen a következő hírmondóban is kereshetik a képviselőtestület üléséről szóló beszámolót. Viszontlátásra!